Nem indul újra a polgármesteri székért Pokorni Zoltán. A kommunizmus áldozataira emlékeztek a hegyvidéken. A versolvasást népszerűsíti a Mondj te is egy verset sorozat. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Nem indul újra a 12. kerület polgármesteri székért Pokorni Zoltán. A kormánypártok jelöltje az eddigi alpolgármester Fonti Krisztina lesz a hegyvidéken, az ellenzék pedig előválasztás után indít jelöltet. Gratulálunk, sok sikert! Így gratulált a Városmajori Gimnáziumban kialakított kodályműhelyház megálmodóinak a hegyvidék polgármestere. Pokorni Zoltán számos hasonló ünnepi eseményen vett részt az elmúlt 18 évben. Polgármesterként azonban valószínűleg ez volt az utolsó alkalmak egyike. A politikus ugyanis bejelentette, a júniusi önkormányzati választáson nem indul újra a polgármesteri tisztségért. Az előttünk álló önkormányzati választásokra készülve most a hétvégén döntött a hegyvidéki Fidesz csoport, hogy kit jelöl polgármesternek a következő önkormányzati választásokon. Az én tisztem volt az, hogy javaslatot tegyek a jelölt személyére. Ez mindig egy kicsit furcsa, korábban magamra tettem javaslatot, hogy én ezt szívesen vállalom. Azonban évekkel ezelőtt elhatároztam, hogy ez lesz az utolsó ciklus, amit én vállalok. Pokorni Zoltán 30 éve politizál. 1994-ben Orbán Viktor felkérésére csatlakozott a jelenlegi kormánypárthoz. Voltam miniszter, frakcióvezető, pártelnök, mindenféle. 2006-tól pedig ennek a kerületnek, a hegyvidéknek a polgármestere, amit életem egyik legjobb döntésének gondolok, és mai napig hálás vagyok annak, hogy azért, hogy 18 éven keresztül építhettük, alkothattuk ezt a kerületet közösen. Nagyon jó volt. De minden jó véget ér egyszer, és azt gondolom, hogy jó, ha ezt az ember maga hozza meg ezt a döntést, nem a véletlenre bízza, nem az egészségi állapotára, öregkorára, hanem tudatosan előkészíti és megtervezi. A döntésben több ok is szerepet játszott. Az egyik, amit ebből talán érdemes megosztani, hogy a politikusok szerepe a mai világban nagyon furcsává alakult. Nem akarok persze panaszkodni, mert aki panaszkodik, az ne legyen politikus, de az, hogy ilyen élő bogzsákként működnek a politikusok, hogy bárki, aki elönt az indulat, oda megy, térden rúgja, vagy a markába köp, és aztán úgy gondolja, hogy na jól megmondtam nekik. Ezt tűrni kénytelen. Évekig, de hosszú időn keresztül azért ez nem egészséges foglalkozás. Nekem eddig tartott 30 éven keresztül ez az időszak. Szeretnék olyan munkát végezni, ami nem kapcsolatos a közügyekkel. Legvalószínűbb az, hogy az eredeti foglalkozásomhoz térek vissza. Én 94-ben a Toldi gimnáziumból mentem a parlamentbe. Szeretnék tanítani újból, remélem, hogy erre lesz módon. A kormánypártok jelöltje az eddigi alpolgármester Fonti Krisztina lesz a hegyvidéken. Gyakorlatilag 20 éve dolgozom Pokorni Zoltán mellett, 18. éve, vagy a képviselő 14. éve alpolgármesterként dolgozom mellette. Nagyon-nagyon szeretek az alpolgármestere lenni, és őszintén sajnálom a döntését, ugyanakkor elfogadtam, hiszen érthető az, hogyha valaki 30 éve ott van a központban, vagy legalábbis előtérben, a publikum előtt folyamatosan, akkor ebbe bele lehet fáradni, és tiszteletben tartom a döntését. Nyilvánvalóan nekem is fel kellett készülnöm erre a feladatra. Az elmúlt években erre készültem. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy eddig is a hegyvidékért, a hegyvidékiekért dolgoztam, és a jövőben is, hogyha majd megtisztelnek a hegyvidékiek a bizalmukkal, akkor a kerületért, az összes hegyvidékért fogok dolgozni, ugyanúgy, ahogy eddig tettem.
Az ellenzéki pártok előválasztáson döntik el, ki lesz Fonti Krisztina kihívója. A Civil Választási Bizottság közlése szerint a kétfarkú kutyapárt a jelenlegi elnököt Kovács Gergelyt, a Momentum Farkas Csaba korábbi rendőrkapitányt, az LMP Kendernai Jánost a párt korábbi társelnökét, helyi civilek pedig Visi Piroskát indítják az előválasztáson. Az önkormányzati választáson a Mi Hazánk mozgalom jelöltje pedig Binder Csaba lesz. Több mint 800 embert igazoltattak a rendőrök a belvárosban tartott közbiztonsági akció során. A három kerületre kiterjedő ellenőrzés a belváros forgalmas közterületeit, a szórakozóhelyek környékét, valamint két belvárosi szórakozóhelyet is érintett. Összesen 32 embert fogtak el vagy állítottak elő, köztük egy körözött személyt is. 10 ember ellen kábítószer birtoklásának gyanúja miatt indult eljárás, és volt, akit zseblopás közben értek tetten. A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is csökken szerdától. A 95-ös benzinért bruttó 3 forinttal kell majd kevesebbet fizetni, a gázolaj literenkénti ára pedig bruttó 10 forinttal mérséklődik. Ez azt jelenti, hogy a benzin átlagára 615, a gázolaj pedig 647 forint lesz. Kiderült, hogy az országban hol a legmagasabbak az átlagbérek. A KSH járási fizetési adatai szerint a 2. és a 12. kerület a lista vezető, ahol bruttó 950 ezer forint volt az átlagkereset. A 3. helyezett az 1. kerület lett, itt a bruttó átlagbér 860 ezer forint. A kommunizmus áldozataira emlékeztek a Hegyvidéken Eszterházy János szobránál. A felvidéki magyar politikus a II. Világháború után éveket töltött szibériai büntetőtáborokban. A kommunizmus fekete könyve világszerte körülbelül 100 millióra teszi azoknak a számát, akiknek a halálát a vörös diktátorok okozták. A többségükben koncepciós perek következményeként kivégzésekkel, illetve közvetett módon munkatáborokban, börtönökben, rendszeres kínvallatásokkal szedték az áldozataikat, megfélemlítve és megalázva sok százmillió embert, főleg Kelet-Európában és Ázsiában. A kommunizmus áldozatainak emléknapja, február 25-e, szomorú dátum a magyar történelemben is, ám az aradi vértanúk és a holokauszt emléknapjával együtt nagyon fontosak azért, hogy mindenkinek a fejébe és a lelkébe bevésődjön egy olyan dráma, ami ellen mindenkinek harcolni kell, hogy ne történhessen meg még egyszer. Erről beszélt Pokorni Zoltán az Eszterházy János szobra előtti koszorúzáson. Azt gondolom, hogy ez nem csak egy plusz történelem óra gyerekeknek, felnőtteknek, hanem akkor működik jól, hogyha mögötte az fájdalmas emberi sorsokat látjuk. Azt az egyszem embert, akinek a helyébe tudjuk képzelni magunkat, vagy akinek az életét föl tudjuk idézni a miénkkel párhuzamosan. Eszterházy János élete tényleg egy ilyen mozifilmre való. Tehát kezdve azzal, hogy nagy gróf, nagy hírű család szülöttje, 4 évesen hal meg az édesapja, egy lengyel grófnő, mama neveli őket föl. Alig kamaszkodik, amikor a trianoni döntés elcsatolja a otthonát, a birtokai nagy részét, és nem Magyarországra jön, hanem ott marad. Tudatosan vállalja a kisebbségi létet. A Csehszlovákiában maradt Eszterházy János az első pillanattól küzd a magyarok jogaiért, ugyanakkor a Magyarországon élő szlovákok jogait is védi, és egyetlen képviselőként nem szavazta meg a zsidók kitelepítéséről szóló törvényt. Ennek ellenére aztán az oroszok által megszállt úgymond szocialista Csehszlovákiában, Csehszlovákia ellenes lázító munkával és háborús bűnökkel vádolják. Önként jelentkezik Gusztáv Huszák belügyi biztosnál, aki egyből kiadja az oroszoknak. 10 éven keresztül járja a különböző gulág táborokat, csontra soványodva kérik ki a csehszlovákok, hogy végrehajthassák rajta a halálos ítéletet. Ezért térhet haza, hogy megöljék. És a kegyelem az, hogy életfogytiglat kap. 57-ben pusztul el a börtönben. Gyakorlatilag éhen alva, megbetegedve, tüdőbajban. A Hegyvidék polgármestere szerint Eszterházy János élete, illetve küzdelme mindenki számára példamutató lehet, és a 20. század egyik legnagyobb drámája, hogy az ilyen tiszta és karakán jellemeket eltaposták. A két leggyilkosabb ideológia követői, a fasiszták és a kommunisták is.
A kommunizmus áldozatainak emléknapjához kapcsolódva rendezték meg a Mondj te is egy verset irodalmi sorozat legutóbbi estjét a Pasaréti Közösségi Házban. Ezúttal Kéreczi Attila költészetét mutatták be, akit 1950-ben zártak börtönbe. Az én harcomnál soha emberibben, soha szebbért nem vívtak fegyverek. Géretz Attila vélhetően legismertebb versével, az Így bocskorosan című művével Simorjai Emese alapozta meg a hangulatot ahhoz, hogy méltó módon emlékezzenek meg a szovjet elnyomók elleni harcokban életét vesztett fiatal költőről. A már kamasz fiúként hadifogságba kerülő Géretz Attila a megpróbáltatások ellenére sem adta fel elveit, élete utolsó percéig a szabadságért harcolt, nem csak szavakban, tettekkel is. Nagyon kivételes alakja a magyar szép prózának, a magyar lílának és a magyar 56-os szabadságharcnak és forradalomnak. Mert harcolt, verseket írt, mielőtt bebörtönözték, már azelőtt elkezdett verselni, de a börtönben teljesedett ki ez a szép írói, lírai munkássága. És nagyon kevés író van, aki ki tudott szovjet tankokat lőni. Ezt valljuk be, ő ezt is tudta. És a versei meg pedig gyönyörűek. Takács Bence versmondó estjein a magyar irodalom legnagyobbjai mellett fontos szerepet kapnak azok a költők, írók is, akik egyéni karakterükkel, küzdelmes művészi pályájukkal rászolgálnak az ünneplésre. A már nagyon fiatalon az öttusa válogatottban is helyet kapó Géretz Attila költészete ugyan nem hasonlítható József Attiláéhoz vagy Pilinszkijéhez, de az az érzet, az a lelkiség, az a szívből jövő líra, amelynek minden betűjéért megszenvedett, átjön a versein, és ezért nagyon hálás forrás a szavalóknak. Így gondolta az est házigazdája is. Hogyha nem lett volna ez a tragikus sors, akkor feltételezem, hogy Géretz Attila nem égett volna be annyi ember szívébe, lelkébe. Egy biztos, ő nem lett volna soha költő, mert hogy költőről beszélünk, nem lett volna soha költő, ha nem ez a kvázi tragikus sors jut neki. Amit sportolóként meg tudott vívni, azt utána szellemileg kellett hozzátennie. Persze, hogy szellemileg is erős volt, de nem ez fejlődött volna ki, nem lehet, hogy olimpiai bajnokról beszélnénk. Viszont szellemileg ugye a börtönévekben, főleg a Váci börtönben találkozott mondjuk Tollas Tiborral, olyan személyek vették őt körül, akik szellemisége beragyogta őt, és egy pillanat alatt költővé vált. Ezért például az első verse, amit én nagyon szeretek mondani, Így bocskorosan. Az egy remek mű, az egy életfilozófia. Így bocskorosan úgy megnevettek, hogy márvány törni hegynek indulok. Hát micsoda eszenciája van benne az életnek. Azok a bizonyos börtönévek nagyon sokakat megtörtek és elpusztítottak, ám Géretz Attila ott sem adta föl. A börtönben képzett költők, írók társaságában eltöltött napokból is a legjobbat hozta ki. A börtönben kigondolt versek egy részét WC-papírra írta le, a többit fejben hozta ki a rácsok mögül, és a szabadulása után diktálta le azokat. Mindenki, aki a mai napokban úgy érzi, hogy kicsit nehezebb, szürkébb és boldogtalanabb, kezdje el olvasni, mert iszonyú erővel van hit, szeretet, megtartás benne, fölhozza az olvasóból azt, ami azt hiszi, hogy nincsen, de benne van. Géretz Attila verseit később a Nyugaton megjelent Füveskert antológiában adták közre Kecskési Tollas Tibor szerkesztésében. Február második felében is a megszokottnál jóval enyhébb volt az időjárás Magyarországon. A napi csúcshőmérséklet átlagosan 6 Celsius fokkal haladta meg az átlagos értéket. A hónap első felének középhőmérséklete országos átlagban 8,1 fok volt, ami rendkívüli mértékben 7,6 fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti átlagot. A hónap második felében sem kapcsolt kisebb fokozatba a tavaszias idő. Budapesten például utoljára február 1-ére virradó éjszaka csökkent 0 fok alá a hőmérséklet. Tartós élelmiszert gyűjtenek vasárnaptól a katolikus templomokban. A konzerveket, lisztet, cukrot, száraz tésztát és egyéb nem romlandó élelmiszereket március 10-éig várják. A katolikus Caritas munkatársai az adományból csomagokat állítanak össze, amiket rászoruló családokhoz juttatnak el. Híreinket, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n, de kereshetnek minket a YouTube-on, a Facebookon és az Instagramon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!